és az a bizonyos 2008-as világbajnoki negyed döntő, ahol Phil Taylor ellen egy hatalmas fordítás volt. Arra emlékszem, hogy azt én állva örjöntem végig, tehát ott tényleg végig szurkoltunk neki. És hát talán szintén a Henderson-Fangerven meccs az abszolút, hogy azt közvetítettem is, és azt az élményt átélni, amit ott Aberdeenben produkáltak a szurkolók, meg maga a meccs is, és Hendo is egészen elképesztően volt kezelve. Ugye a legtöbb 180-at, miközben Clayton meg a legtöbb 140-et dobta 2021-ben a PDC-ben, azért ezek érdekes adatok, tehát itt azért lehet egy remek átlagról majd beszélni. Én De Souza első meccsét nem venném alapnak, vagy egy ilyen kiindulási pontnak, de természetesen azért majd most fog kijönni az igazi játék. És hát igen, valóban az a 2007-es, ugye a Van Barnevel Taylor döntő is zseniális, de nekem például borzasztóan kedves a Peter Wright világbajnoki címét jelentő VB döntő is, tehát nagyon emlékezetes és nagyon nagy meccs volt az is, és nagyon örültem neki, hogy sikerült. Bocsánat. Mondja csak. Van még egy, ami eszembe jutott, hiszem két éve a világbajnokságon. Negyed döntő volt talán, de ez még csak nyolcad döntő. Chris Dobie és Gary Anderson mérkőzés egymás ellen. Az is egy egészen szenzációs meccs volt. Mosszában az ötödik nyilla a Clayton. Az a baj, hogy legalább tízet tudnék most mondani, és valószínűleg még tízet utána, öt perc múlva, mert sorban jönnének elő a meccsek. De például Gary Anderson, Mensu Sujovic World Match Play. 180! Azért az is zseniális meccs volt, úgyhogy tényleg nagyon sok szerencsére, nagyon sokat láttunk olyat, ami az embernek az emlékezetében megmarad. 70. Taylor 2010-es Premier League döntője Wade ellen, 2-9 nyilassal fűszerezve. Hát, na mindegy, hagyjuk is, mert tényleg csak ezt sorolnánk órákon keresztül. Igen, hamarabb kellett volna feltenni a kérdést, és lehet, hogy a közvetítés során folyamatosan ugrottak volna be a meccsek. Vörös Tamás nagyon megijedt, és szeretnék eloszlatni mindenféle riadalmat. Nem egyszerre fogják játszani természetesen holnap a negyed döntőket, csak megvárják a párosítást a PDC szervezői, és nyilván azért dramaturgiailag nem mindegy, hogy hogyan helyezik el azt, hogy melyik mérkőzés mikor lesz. Szóval mindegyik más időben lesz, 8 óra 10 perckor, vagy 8 óra után pár perccel az első, és utána, hogy véget ér a többi, jön egymás után. 180! 180-es kerekítő után, ugye? Igen, pedig 140 volt. Nem azt akart, igen. No. A Grand Slam bajnoka. Premier League bajnokkal. És most Clayton ezt letutizhatja. Ez most nagy hiba volt szerintem De Souzától. Ez is oldja a Clayton. 1-0 Johnny Claytonnak. Dupla 20. Jön a tripla 20. 120, nincsen 160, nincsen 9-es sem. Lefelé kezd Clayton. Második jó. 92, ugyanúgy, mint az előbb, csak az előbb a második körben dobta, most az elsőben megvan. Most lehet látni szemüveg nélkül José de Souza. Igen, miről már ugye beszéltünk, hogy milyen okai vannak. Clayton tényleg dolgozik a darts mellett? Igen. Annak ellenére, hogy megnyerte a Premier Ligát, sok 100 000 fontot keres, dolgozik méghozzá. Vakoló, vagy nem tudom, ez náluk egy külön szakma, mert ezt mondták, de ugye inkább én a kőművesnek mondanám, egy önkormányzatnál, egy velszi önkormányzatnál dolgozik. Mai napig is, tehát ő nem hagyta ott. Pedig hányszor megígért, hogyha nyer egy nagy verseny, igen, akkor abba hagyja a civil munkáját, de valamiért nem. Van olyan ember, aki ezt nem tudja elengedni, vagy nem biztos, hogy ez baj, nem megy a játék a rovására, sőt. Tripla 19, az a 9 nyilas egyik befejezése a 141, dupla 12! És a dupla 12 mellé. Yeah. 150. Kiszálló.
Éppen 18. 52 marad. Dupla 12. Az egyenlítésért De Souza. Dupla 6. Bedobja. Egy 1. Tel Vilmosnak üzenem, hogy nem rendeznek 301-ből nagy tornát a PDC-nél. Nincsen ilyen, ami... Ez inkább a soft szakágra jellemző, hogy ott vannak olyan tornák, ami olyan versenyszámok, amit 301 dupla, vagy inkább van mesterkiszálló is, ott ugye triplával is ki lehet szállni. Úgyhogy ott jellemző ez inkább. És közben egy 100-as beszálló. Igen, és harmadik alkalommal is 92-vel kezdett Clayton. Ezt a Van de Pass sztorit nem tudják elengedni, látom, hogy kíváncsiak nagyon rá, hogy mi volt az. Megette a krémesedet. Majdnem. Igen, majdnem. Százas. Mondd el, vagy nem mondd el. Egy selejtező verseny volt, egy európai selejtező verseny volt, meg jól emlékszem, talán Hildesheimbe, ahol ilyen táblafelügyelőként, hivatalos személyként dolgoztam ott a selejtező tornán. Több is futott egymás mellett egyébként, mert Host Nation is volt, és mellette volt ez az európai, és ott a holland kollégák már igen jól érezték magukat, köztük Benito is, és hát volt, aki nem ment oda írni. 180! És aztán én elkezdtem keresni a játékost, akinek le kellett volna írni a meccset, meg mi egymás, aztán még a végén elkezdett ott elég minősíthetetlen hangnemben beszélni az úriember, aminek aztán az lett a vége, hogy inkább átadtam azt a táblát egy másik táblabírónak, mert nem kívántam belemenni abba, hogy minden második szava az a bizonyos négybetűs angol szó volt, és kicsit... Love. Igen, a love volt, pontosan az volt. Ott vált nekem igazán unszimpatikusra, amúgy sem volt egy nagy kedvencem, de azt hittem, hogy ennél egy kicsit kevésbé unszi. De hát ez egy személyes dolog, tehát ez nem azt jelenti, hogy mindenkivel ilyen, meg nem biztos, hogy normális állapotában nincs rendben a srác, de ettől függetlenül én nem vagyok odaérte, nem rajongok érte. Ennyi a történet, nem egy nagy durranás. A dupla 12 az valahogy megoldotta végre Clayton problémáját, hogy beszálljon ebbe a legbe. Nagy az előnye De Souzának. 58. Egy szó erejéig, léci fiúk, tudom már beszéltetek róla, de lemaradtam. Miért nincs Souzán szemüveg? Múlt héten rosszul lett a diabétesze miatt, és valahogy úgy ítélte meg, hogy most jobban lát szemüveg nélkül, mint szemüveggel. Nem tudom a pontos okát, illetve arra panaszkodott még, hogy a második vakcinaoltás után az izomzatának a memóriás mozgásában némi zavart vért felfedezni. Hogy ez mennyire függ össze ez a kettő, ezt nem tudom, de nem vagyok orvos, de erre panaszkodott, írva, erről írtak az internetes portálokon, és úgy ítéli meg, hogy ez így jobb neki. Úgy ennyi a történet lényege. Ha nem kontaktlencse, nem szemműtét, hanem ilyen egyszerű oka van. 36-ra De Souza az egyenlítésért 2-2-höz. Jó is, meg is van. 2 döntőleg az első szedben. Láthatóan rendben van a látás egyébként, mert... De még a keze is. Igen, abszolút. Ez egy dolog, hogy látja, de oda is dobja. Mind a ketten 95 fölötti átlagon, ami azért elég combos ebben a dupla beszállós játékban. De sok Clayton nem jól beszállózik összességében. Igen. És ezt most kihasználja De Souza, de nem fogja, hogyha nem dob duplát. Na pedig nem. Egyikőjüknek sincs duplája az első három nyílból a döntőlegben. Claytonnak a negyedikből sem, az ötödikből igen. 52 pont.
Szózának is az ötödik a jó. De neki jön mellé egy 60-100 pont. Kovács Tesztó kérdezi, kiről beszéltél az előbb, Benito van de Passról. 44. Teljesen együtt vannak, és egy jobb kör eldöntheti az egész szettet. Ez most egész jó kör. 140 pont. Igen. Hátsó pályán ráadásul. Jön a válasz. 85 csak. 60 pontos hátrányban van Clayton, és mintha kezdenék megfogyatkozni a helyszínen. Néhányan azért már távoztak, de így is vannak még bőven. Ú, de jó megint, de Souza! 140 ismételten, 121 pontja maradt, 200 pontos előnyben van hátsó pályáról. Az meg csak egy egyes. Ú, ez így nagyon, nagyon kevés, 240 marad, és 121 ponton van a portugál. Ez 15-ös volt az első, ugye? Igen. Láttam, 46-ja van. 32-t hagy. Magát, igen. Most nagyon úgy néz ki, hogy az első szettet José de Souza nyeri. 85 pont, 155 marad. Dupla 16. Nem jó. Az sem. És keresgélnie kell a folyosót, hogy hogy is kellene dobni azt a nyilat. És nem is találja meg, a toll nyomta le. Ez az egyik legnehezebb kiszálló talán, a 155. 19-esre kezdett, nem fog kiszállni. Ott kell maradni, hogy 16 maradjon. Így viszont 56 marad. Dupla 16. Ez sem jó. Az a jó. 3-2-re nyeri a portugál az első szettet, így ő vezet 1-0-ra Johnny Clayton ellen. Most hirtelen nem is tudom, hogy hanyadik helyen van a világon, most 59. Hát, necces, mert hogyha kikerül a 64-ből, akkor bajlva lesz, de mondjuk van elég nagy 10x000 font különbség van. Hát nem egyszerű, maradjunk abban, hogy nem egyszerű a helyzete. Az elitbe szerintem nem fogja tudni magát. Sose volt elit. Tehát jó játékos, ott világbajnok volt a BDO-nál, de a PDC mondjuk top 16-ot veszük, akkor nem volt ebben benne. Olyan hosszabb ideig sem, meg tehát nem volt olyan meghatározó játékosa a PDC-nek szerintem. Az első három nyila nem talált duplát, de Szózának a negyedik viszont igen, az ötödik meg triplát, és a hatodik is 160. Jött ma olyan komment, hogy milyen fura lenne, hogyha valaki úgy dobna 9 nyilast, hogy egyébként az első három nyilát nem találta a duplában, tehát 12 nyilas lenne valójában, de az mennyire bosszantó lenne, hogyha mondjuk innentől jönne még egy 6 nyíl, de Szózától kár is erről beszélni, mert nem fog. De 134 még lehet belőle. Az meg is van. És egyébként, ha ez így alakul, ahogy, és nem tud szerezni mondjuk egy PDP indulási jogot a VB-re, akkor Klaassen még a VB-n se lesz ott. 139. Jelenleg igen, csak le van szakadva még a Pro Tour bejutó helyektől is. Jól mennek most a nyilai José de Souzának. 146-7 a maradék. Tud kiszállni Clayton 150-ről. Sőt, csak 90-re tud lejönni. Tripla 17, dupla 8. Tripla 17, jó, dupla 8. Az is. Szép játék, de Szózától 1-0-ra ő vezet. Nem van a játékban Clayton, 52, bocsánat. De elsőre jön José de Souza is. És másodjára is.
160! Ez most bizony a kis sárga 9-es ideje. 83. Na gyerünk, ma nem jártunk közel a 9-szilashoz. Három tökéletes nyíl volt, talán 4 is, de annál több nem. Most sem jutunk el 4 is. 140, azért így is jó ez. Magas színvonalú a játék összességében. 180! Hamarabb jön 200 alá, Clayton pedig közel van a tökéleteshez, José de Sousa ebben a legben. 101 marad. Egy tripla jött, felemelte a harmadikat kellőképpen ahhoz, hogy 86 legyen a maradék, de először de Sousa 101-ről. Tripla 19. Így már nincs a szálló. 12 lett. Journey require 86. 62-re dobott volna 36-ot, hogy maradjon a 26, amit nem igazán értek, de így 50 a maradék. Folyamatot dobott. Csak az volt a baj, hogy már nem volt nyíl a kezében. Ugye 81-nél. Nem száll ki? Johnny 25 kerekítő, megvan a 9-es, dupla 8, még egy. Az jó, bedobják Clayton. 1-1. Beszálló az utolsó nyillal, itt megjön az elsővel, meg a tripla, meg a tripla. 152. Nagyon jó kezdés a Velszitől, ráadásul hátsó pályáról. De tömegben meg nagyon jó a portugál. 125. Nézem is, hogy hogy állunk most átlagban. Na, egész jól kellene, hogy álljunk. Igen. 177! Így. Most már Clayton is 90 fölött lesz, az tuti. Ha ez a körbe kerül a jegyzőkönyvbe. 60. Fú, de nagyon megy most Clayton. 140-nel 32-re. Gyönyörű játék. És 276 pontja van de Sousának. Nem segített magán sokat. Igen. 16. És be is dobja. Íznilas leg. 152, 177, 140 és a kiszálló. Parádés játék, ő kezd közel az egyenlítéshez szettek arányában. 93,3 az átlaga, de Sousának 91. Ott a beszálló második nyíllal, a tripla egybe elcsúszik. 43, közel ugyanúgy kezdenek. Itt annak az előzőlegben nagyon szépen jöttek a triplák. Lent most egy jön, 84. Nem vált? Nem, oda teszik a kettő közé a harmadikat, 140. Ös. Bizony. Ugye Clayton, hogyha megnyeri ezt a leget, vagy akár a következőt, hogyha kiegyenlít José de Sousa, akkor kiegyenlít a Velszi is, de ő a szettek tekintetében. 140. Nincs kiszállom viszont de Sousa ezzel. Clayton meg lemehet 240-ről egy viszonylag könnyebb
kiszállóra. 140 marad. Nem olyan könnyű, de két triplával, vagy egy tripla, két duplával megoldható. Az tripla 18-ba ment volna. Johnny require 140. Tripla 20, az jó, meg még egy, és a dupla 10. Milyen kiszálló lett volna a szettért. Két tripla megvolt. Tripla 18. Dupla 12. Bedobja de Souza, és ő kezd! És milyen közel volt az 1-1-hez Clayton, most meg közel lehet de Souza a 2-0-hoz. Igen. Pillanatok alatt változik a meccs képe. Hogyan kezd? Jól. Dupla 20-szal. Milyen kezdés, 120-szal nyit José de Souza. Elsőre megvan Claytonnak is a beszálló, az viszont szektorhiba. Az jó. 97. Kettesével kellene haladni triplákkal. Egy sincs. Egy sincs, 58. Akkor viszont kettő kell Claytonnak. Nem. Egy ezért jön 97, ez még nagyjából döntetlen most. Ez most sorsdöntő kör lehet. Ki hova tud leérkezni itt a harmadik körben. De Souza nem túlzottan alacsonyra, mert csak 60-at dob. Most 140-nel kiszálló lehet Clayton. De ő se dob triplát, de a végén ez a 97, ez nagyon megy. Lentre kezd, az 57 megvan. Az jó. Nem jó, de 160, sugér vagyok, nem? Igen. 19-es. Számos José de Souza. Bizonyám, vagy Bull, de az is semmiképp sem. 1-es. 78. 185. 96 jó lett volna pedig. 19-es. Wow, 140-nel 75 had magának Clayton. Nagyon nagy előny ez most. Számold ezt a 186-ra, miért a búlra dobott, ezt nem igazán értem, mert sima szektorral is kiszállója lehetett volna. Neki 80 maradt, 105-tel. Most 70-re jön Clayton. Szett nyílt, dupla 8. Benne van! Johnny Clayton nyeri meg a második szettet, úgyhogy döntetlennél megyünk el az este utolsó szünetére. Innentől kezdve megyünk addig, amíg valamelyik játékos el nem éri a három nyert szettet. Egy-egyre áll egymással José de Souza és Johnny Clayton, több szünet nincsen, úgyhogy legalább kettő, de lehet, hogy három szettet még látunk, és utána fog kialakulni majd a legjobb 8 mezőnye. Még van egy melegítőköre Johnny Claytonnak, utána pedig jöhet a harmadik szett. Sőt, még José de Souza is dobhat 3 nyílt, és akkor utána Johnny Clayton lesz az, aki elkezdi majd a harmadik szettet. Az elsőt megnyerte a portugál, a második Johnny Clayton, élet pedig nem volt messze attól a The Special One, hogy 2-0-ra vezessem. Itt a második nyíllal benn van. 52. Sokkal több 100 pluszos dobása volt de Souzának, mint Johnny Claytonnak, sőt a 100 plusz, 140 plusz és a 180-akat, ha nézzük, csak a 180-akban áll jobban a Velszi. Igen, de 50%-kal kiszállózik Clayton, míg 33%-kal de Souza, és az átlaga is jóval magasabb Claytonnak, 95 pontos átlaggal startolt el ez a szett, míg de Souzának 91. Az most csak 41-es kör a 120-as kezdés után. Bizony, ez leesett a toll. Leesett a tolla. Engedélyt vették észre? Engedélyt kérdez. Igen, mert ugye a dobóléc mögé belépett dobássorozat helyett. Csak azért mutatta, hogy nem
nem a dobás sorozatot kezdte, hanem csak a tollaért, vagy a tolláért ment, ami leesett. Érdekes, hogy nem vette észre, amikor dobta. Vagy lehet, hogy akkor esett le, amikor kihúzta. Egyébként az is előfordul, hogy akkor, amikor kihúzzák és összefogják a nyilakat, akkor kiugrik a toll. 95 Claytontól 160-ra megy le. Kéne a kiszálló De Souzának is. Nincs meg. Csak 60. 160-ról Clayton. Nem fog kiszállni. Nagy Gergely közben kérdezi, hogy mennyi esélyt látunk jelenlegi formájában Ryan Searle elődöntő szereplésére, esetleg torna győzelmére. Szerinte most nagyon benne van a játékban, írja Gergely. Csatlakozni tudok. Igen, abszolút. Ráadásul Buntinggal játszik. Nem tudom, mennyire állandósulhat az a formája, amit láttunk tőle. Opa! Nem találtál 60-ról a 20-as szektort. Clayton, de így is jó, egy 19 dupla lég. Szóval szerintem még ez a Bunting meccs meg lehet neki, hogyha a kellően jól fog játszani. Utána a Price meccset már nem érzem. Ha lesz Price meccs. Hogy azt behúzza. Ott van Csizi. Hát az igaz, de azért azt én Price-nak adnám, azt a párosítást. Persze, hát már láttunk nagy csodákat, úgyhogy holnap kiderül. Valószínűleg az utolsó vagy az utolsó előtti meccs lesz. Szerintem egyébként valószínűleg majd a Sir Bunting meccsel kezdenek, és utána jöhet egy Noppert, White, hát vagy az utolsó előtti, vagy az utolsó meccs lesz a Price Chiefs-nál szerintem. Legalábbis dramaturgia szempontjából úgy gondolom. 90. Tripla 7-ben a harmadik nyíl. 332 pontja van Johnny Claytonnak, ugye ő vezet itt a harmadik szetten belül. Hopp, az egy 80-as csak. Előnben van De Souza. És ő is kezdte ezt a leget. Hogyan tud kerekíteni? Jó az első. Mellé megy a második. 180! Neki a második ma. 35-öt hagy. 83 pont. Kiszálló. 169-e marad. Dupla 16. Nem száll ki. Nem bizony. Kicsit lefagyott a rendszer, de most helyreállt. Mármint a kijelző. De csak egy kósza 59-es, amivel 110 a maradék. Dupla 4. Dupla 4! Hűha! Nagyon elszórakozik ezzel a portugál, és most Clayton 110-re. Ezt megoldhatja ám. Jön a tripla 20. És a dupla 16. 2-0 Claytonnak! Csak magát okolhatja ezért José De Souza. Rommá nyerte ezt a leget. Igen. De látszódott is Clayton fején, amikor oda nem akart elhinni, hogy ennyi lehetőséget kap. Egészen zseniálisan oda. Igen, hát ja, kiszállhatok 110-ről, és puff, gond nélkül. És ez azért olyan szituációban jött, amikor nyugodtan beszélhetünk arról, hogy mérkőzés befolyásoló hiba. Igen. Hiszen most a 2-1-es vezetésért kezdett Johnny Clayton. 100. És jön a tripla. És a harmadik nyíl. Az is tripla, 140. Ott is jön a tripla első nyíra, meg másodikra is, és 139. Van Clayton. Az 54 az megvan, 170-nél vagyunk.
Van az a 150 ott is. Na ki hogyan birkózik meg a 150-nek? Clayton leginkább sehogy. Barbalics Milan kérdezi, hogy Souza Mourinho miatt nevezi magát a Special One-nak, vagy már előtte is ez volt a beceneve, miatta nevezi magát így? Még egyszer, bocsánat, mert... Pillanat, nincs meg a dupla 18, hogy Souza Mourinho miatt nevezi magát a Special One-nak. Igen, egyébként igen, nagy példaképe, úgyhogy nagyon kedveli. Na, dupla 20. Ott is van benne, 2-1-re vezet Johnny Clayton. És elképesztő, hogy ez nagy részben José de Souza miatt most. Milyen hibák vezettek ide. Messze fölötte az első nyíl. A második alatta van, de be tud szállni egy 40-es kanyarral. Megfordította tehát a mérkőzés állását Johnny Clayton. Elsőre jön a beszálló. Bizonyán elkapta. 112. Nagyon szép. 134. Levált a sima 20-as után. De ugyanúgy jön ott is a 134. Bajzát Levente kérdezi, hogy itt hogyan néz ki a pénzdíjazás nagyjából. Hát elmondjuk pontosan, akik az első fordulóban kikaptak, 6000 fontot kaptak, akik ebben a körben búcsúznak, 10000, akik holnap esnek ki, 16000, a két vesztes az elődöntőben 25000 fontot kap, a második helyzet 50000 fonttal gazdagodik, az első, a győztes pedig 110000 fontot tehet majd zsebre szombat este. Vagy hát amikor megkapja. Igen. 102 pont a maradék Claytonnak, 116 pontja van. Tripla 20, oké. Sima 20-as is jó. És a dupla 18 is! Hátsó pályáról megoldja a 116-ot. Én azt hiszem, hogy ezt be fogja zsebelni végig teper most már de Souzán. Nagyon meggyőző most Clayton játéka. Most nem száll be? Igen. Ha valamit jó, szeretne, jó volt mondani, igen. Ha valamit szeretne még ettől a mestről de Souza, akkor azt most kell jeleznie. Egy duplával kellene mindezt megtennie, de nem most sem. 94-es átlagon van Johnny Clayton, 92-esen de Souza. Most megvan első nyírra. A 23-24%-os kiszállózása de Souzának az a probléma, mert közben Clayton meg 64%-kal kiszállózik. És ez is gond. Veprik Roland. Várom Clayton, mikor szúrja ki a jobb szemét az első nyillal, akkorát pistog, mint nagyfater az ingyen pálinkára. Igen, elég közel emeli, de nyilván ez, ha probléma lenne, akkor már máshogy dobna, de ő így jól el van vele. Hát protektort semmiképp se raknék a tollának a végére, mert az nem tenne jót. Legalábbis ilyen hosszabb, de neki semmilyen nincsen rajta, ahogy nézem. 50 pont az előnye Claytonnak most. Biztató. 140 kiszálló, ezzel nincsen, de kettő tripla kellene, vagy legalább egy 105 Claytonnak. Az már jó. 98. Igen, de nincs kiszálló. Miért nem maradt vajon fönt a 20-ason? És utána is még dobhatott volna a burra. Ugye, bocsánat, kiszálló van, csak hogy nem... Jaj, akkor jó, igen. De akkor ez igen, ez most benéztem, mert annyira le van maradva a kijelző, hogy sikerült elszámolnom magam. Na, most itt az első tripla, a második alá megy, sajnos így nem lesz tripla, és dupla 20 marad. 80-ra érkezik de Souza. Még egy, és egy picit emelni kell még rajta. Nagyon, egy kicsit emelt rajta, de... Kicsit egy fél métert. Igen. Legalábbis darts tábla léptékben igen. Dupla 20 ott is.
sokkal közelebb. De az már igen. 2-0 Johnny Claytonnak, egy leget kell megnyernie, és akkor ő játszhat majd Krzysztof Ratajskival holnap. De Souza kezd. Egyre sűrűbbek a ráncok ott a homlokán a portugálnak. Igen. Ú, de jó a kezdés, viszont 160! Tökéletes kezdés. Itt meg nem jön a dupla 16, meg még egyszer. Az utolsóval megvan. Na gyerünk, José! Gyerünk tovább, José! Ott van a negyedék, bizony. Oda az lehet tenni a harmadikat is, ki kell állni belőle kár érte. Bizony, ez szinte biztos volt. Ha kiáll belőle, akkor nem. Nyolcvan pont érkezik. Nem ezt a leget kell megnyernie feltétlenül Johnny Claytonnak, sok esélye nincs is rá. 87-114 marad. És 389-en van fent Johnny Clayton. 90 marad. Tripla 18, dupla 20. Lesz még lehetőség. De van lehetőség, így van. Azért nagyon sok nem lesz. 140-150 marad. Megvan a szépítés, 2-1 mindenhogy. A szetteket tekintve is, meg most itt a legeket is a negyedik szetten belül. Most jön az igazán fontos dolog. Az jó. Az is jó. Micsoda kezdés, így bizony. Tökéletes kezdés Claytontól. Nem fogja ő ezt már kiengedni a kezei közül. Bár elsőre dobja De Souza is. Bizonyám. Ő is triplával okozza. 160 megint! Óriási. No. Az is tripla 20. Az is tripla 20. Micsoda játék! 140! Hát egyszerű, 9 szilas kell dobni a De Souzának az egyenlítéshez. Nem fog. Uff. Nem, és ez csak 60. Így ezt két kör alatt lezárhatja Clayton. Igen. Ez már ugye egy triplás kiszálló, ide meg két tripla kéne, itt már semmiképp nem lesz Claytonnak a 112 kiszállója De Souzának, és meccsnyira lehet már most Claytonnak. Lesz is. Lesz is szerintem. Ott dupla a dupla 16. 112-vel fejezi be Johnny Clayton. És amit láttunk tőle az utolsó két szedben, akkor azzal a teljesítménnyel azért ő is jelentkezne arra a bizonyos trófeára, amit majd osztanak szombat este, hiszen ez a játék, ez nagyon meggyőző volt. Kedves nézők, kialakult a legjobb 8 mezőnye és a párosítás. Gervin Price, Dave Chisnall, Stephen Bunting, Ryan Searle, Krzysztof Ratajski, Johnny Clayton és Danny Noppert, Ian White mérkőzéseket rendeznek, és hát azzal kezdtük a mai közvetítést, hogy magasan volt a léc tegnap. Ha megugrani talán nem is sikerült, de megközelíteni azért mégiscsak. Így van, jó meccseket láttunk, nagyon jó kis nap volt, és holnapra is ezt kívánom mindannyiunknak. Este 8-kor tehát jön majd Fülöp Laci, és jön majd Medi, úgyhogy ők közvetítik a holnapi történéseket. Én Lajosnak köszönöm szépen a mai közreműködést és a segítséget, legközelebb hozunk krémest is. Kedves nézők, önöknek a figyelmet köszönjük, és a rengeteg hozzászólást, legyenek ilyen aktívak holnap is. Minden jót, jó éjszakát viszont! Jó éjszakát! Lehetősen.